Sziasztok, én Mókuskáim, üdvözöllek titeket újra itt a csatornán, egy csodálatos csapat van itt velem, méghozzá az Amagerei Yosakoi. Konnichiwa, Amagerei Yosakoi desu. Szóval üdvözöljük őket, mindent megtaláltok róluk a videó leírásában, már egy előzetesen elmondom, ugyanis csapattagokat is keresnek, de ismerjük is meg pontosan, hogy mit is csináltok ti itt. Tehát a Yosakoiról van szó, ami egy japán táncművészet, hogyha jól tudom. Szóval mi is ez a Yosakoi, és miért pont a Yosakoi? A Yosakoi az maga egy tradicionális tánc, egy fesztiváli tánc, egy nagyon energikus és lüktető táncsorozattal és zenével. Bár a történelm az elég rövid ideig nyúlik vissza, egészen olyan 65-70 éves. És honnan ered ez az egészen, hogy mi így a mögöttes jelentése? Ugye nem túl régi ez a dolog, hogy mi ennek mégis így a tradíciója, hogy csak a fesztiválokon van ez a tánc, vagy így régebbre is, vagy mi így a hagyomány ennek az egésznek? A Yosakoit azt a II. Világháború után hozták létre a Kocsi Ipari Kereskedelmi és Ipari Kamarának a rendezésében. Céljuk pedig ezzel a fesztivállal az volt, hogy a II. Világháború után felendítsék a gazdaságot és a társadalmat újjáélítsük. Igen. Illetve van egy másik vonatkozása, ez pedig egy kultúrvitának tartják még ezt a Yosakoi eredményeképp. A Kocsi prefektúrával, határos Tokushima prefektúrának is volt egy hagyományos tradicionális tánca, ez az úgynevezett Awaodori, ami már az egészen az 1500-es évekre nyúlt vissza, és a Kocsiban is úgy gondolták, hogy egy ilyen tánc jót tenne a városnak, illetve a környéknek is. Igen, sok mindennel próbálták a japánok így a világháborúk után, úgy érzem, hogy több mindennel is próbálták így felendíteni kicsit az életet, meg a kedvet, meg így a utazást is, tehát hogy ugye a külföldiek is jöjjenek ugye nagyon. Ugye a turizmust is szeretik valamivel, ugye például hogy a Skype is azért épült, hogy kicsit felendítsék még jobban, de akkor a Yosakoi is ezután, és akkor így ez volt kb. Így az alapja. És rajtatok kívül, hogy ti ugye űzitek itt Magyarországon, de hogy így kik űzik ezt úgy amúgy, akár Japánban, vagy itthon, vagy külföldön ezt a táncstílust? A Yosakoiról szokták mondani, hogy egy generációkat összefogó tánc, egészen óvodától elkezdhetik tanulni az ilyen szakkörként, illetve gimnáziumokban, egyetemen is jelen van, viszont az idősebb körekben is elég népszerű. Én amikor kint voltam fesztiválon, egészen a 5 éves kortól a 80 éves korig találkoztam Yosakoi táncosokkal. Japánban nagyon sokan űzik, főleg én úgy tudom, középiskolában inkább. Itt Magyarországon a Yosakoi 4 éve van jelen, amikor Emiko Tanaka San nagykövet, Yosakoi nagykövet Magyarországra jött, és egy workshop keretében elindította a Yosakoit Magyarországon. Jelenleg 2 csapat űzi a Yosakoit. Az első, melynek szintén részesei voltunk csapat, a Sumire van jelen Magyarországon, aki még a mai napig tevékeny, illetve az Amagari, melyet szintén mi alapítottunk itt kis csapatként Budapesten, hogy tovább vigyük. Magyarországon még annyira nem ismerik, amikor azt mondom, hogy Yosakoi egyáltalán nem tudnak mire gondolni. Igen, ezzel sajnos én is így voltam, hogy Japánnak elég sok részét ismerem, de ezt a szeletem még ez valahogy így kimarad, de szerintem sokatok így van ezzel, hogy ez még így nagyon kimarad, bár ugye én is láttam több fesztivált Japánban, és még ez így nekem is, de hát szerintem még sok minden szelete van Japánnak, ami így kimarad, de tök jó, mert így most megismerhetjük általatok is az Amagari csoport által, hogy mi is ez a Yosakoi, és akkor amúgy lehet jelentkezni is hozzájuk, szóval benne lehet lenni ebbe a kis kulturális körbe, és kipróbálni ezeket a dolgokat. És akkor itt szerveztek workshopokat is, meg ilyen online események, esetleg láttam múltkor, hogy volt a csapat, egy ilyen kulturális, ilyen globális esemény volt, hogyha jól láttam, hogy azon is így részt vesztek, és akkor így
erősítitek ezt a magyar vonalat is. Igen, workshopot tartottunk már az amalgári keretein belül is, ez még a Covid előtt volt. Szeretném még további előadásokat és workshopokat tartani, és reménykedjünk benne, hogy a jövőre már azért élőben is találkozhatunk a magyar közönséggel. De addig is vannak online fesztiváljaink, amin részt veszünk, és az oldalainkon megtekinthetitek. Igen, az elérhetőségeket, mint említettem, mert a leírásban megtaláljátok. Van is, fent vagyunk Instagramon, Twitteren, még Pinterestünk is van, úgyhogy... Azt nem feleztem még fel, de itt a lehetőség. És van egy weboldalunk, ami szintén az oldalunkon fent van, a Facebook oldalunkon. Azt is nézzük. És amúgy az eredet történet a jó szakolynak, azt a Facebook oldalunkon is megtaláltuk el egy ismeretterjesztő leírást képekkel együtt. Ami is egyébként így a eredet története? A Jaszakolynak van egy legelső tradicionális zenéje, ez a Jaszakoly Narukódori, és annak az egyik verszaka egy régi népdalból eredetethető. Egy szerzetesnek és egy kisasszonynak a szerelmét meséli el ez a népdal, és ebben a Jaszakolyi Narukódoriba átültették ezt a történetet. Ahogy szól a verszaka is, hogy Tuszában, Kócsiban, a Hariema hídnál láttak egy szerzetest Kanzasit vásárolni, Jaszakolyi, és az eredeti történet pedig úgy hangzott, hogy volt egy szerzetes és egy kisasszony, aki titokban szerelmes volt egymásba, és mindig találkoztak ennél a Hariema hídnál, és úgy buktak le, hogy a szerzetest ott a Hariema hídnál láttak egy kanzasit venni, ami ugye nagyon fura volt abban az időben, hiszen a szerzetesek nem létesíthettek kapcsolatot az ellenkező nemmel. Igen, azt tegyük hozzá, hogy a kanzasi, az ugye a japán hajdíszek, tehát hogy ezt nők használták, tehát hogy ezért volt fura és ezért bukott le, hogy miért vásárol egy női terméket kvázi, gondolom így a sztoriból, de nagyon aranyos kis szerelmi történet, szerintem ez mai napig amúgy nagyon sok vallásban megvan, hogy nem lehet így nőkkel kapcsolatot létesíteni ilyen formában. De nagyon aranyos a története. Térjünk vissza egy kicsit így Japánra, hogy így mondtad, hogy te is voltál fesztiválon kint, hogy nézted, és így részt is vettél rajta? Igen. Tényleg? Na, hát ez nagyon izgalmas lehetett akkor így a többiekkel. Amúgy beszélsz is japánul? Kicsit. Minden fesztiválon van ilyen Jaszakolyi tánc, vagy vannak ilyen speciális, vagy van kifejezetten Jaszakolyi fesztivál? Igen, van kifejezetten Jaszakolyi Fesztivál, ez 1956 óta minden évben megrendezik. Ugye sajnos most az előző évben, illetve az idei évben törölték a járvány miatt, viszont eddig minden évben megrendezték, és összesen eddig két fesztiválon volt szerencsénk részt venni. Sajnos a vezetőtársam nem lehet itt, ő volt legelőszörként közülünk, a Kizuna nemzetközi csapatában, amit szintén Enikó Tanaka, a Jaszakolyi nagykövet alapított, és hívott meg rá minket. Illetve ő volt 2018-ban, és 2019-ben nekem is lehetőségem jött rá, hogy kimenjek a Kizunával, akik egyébként Kócsi, tehát a Jaszakolyi szülőhazájának a nagyköveti csapata azóta is. Illetve van egy nagyköveti csapat, maga egy ilyen globális nagykövet csapat, ahova a jaszakolyi nagyköveteket szokták meghívni, minden évben így kiválasztanak csapatokat, akiknek nyilván meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, és három vagy akár több reprezentatív embereket is kivisznek, hívnak, igen, és ebben a nagyköveti csapatban is részt vett már két tagunk, úgyhogy
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Igen, hát gondolom azért nem kis dolog azért bekerülni egy ilyen csapatba, meg egyáltalán így kijutni. Akartam is kérdezni, vagy mondani, hogy milyen jó szép öltözéketek van, meg milyen eszközeitek, hogy ezek mit is pontosan, vagy milyen jelentősége van, vagy ezen felül is van még valami, amit kell így a tánc során viselni, hordani szoktak, nem szoktak. Erről egy kicsit megosztanátok velünk, hogy mi is. Igen, ez egy úgynevezett hachimaki, ami általában nagy részében a jemzeknek, a yosakoi ruházatnak a részét képezi. Ezek különböző mintában előfordulhatnak formában, akár így is. Ilyen kis kanzasi is van rajta. Igen, gondolom amúgy pont azért van rajta a kanzasi, mert hogy ugye az eredet történetében is szerepel, esetleg ilyen párhuzamot. Igen, ennek is. Gondolok én, aztán... Ennek is van jelentősége, igen. Illetve vannak ilyen egyszerűbbek, amik ilyen kettő-három fonálból összegyúrt fejdíszek, de nagyon sokféle stílus, tehát csapatonként változik a stílus, hogy például milyen jelmezt vesznek fel, akár egy ilyen egyszerű japán tradicionális, de van, aki ilyen havajosan öltözik fel, és olyan hajai vannak, meg virágok. Konyhás néni szerelést is láttam. Konyhás néni szerelés is van. Azt hiszem láttam ilyen török ruházatot is, tehát nagyon így csapattól, illetve stílustól, országtól, vallástól függ. Igen, ez a hachimaki. Ezek, amik rajtunk vannak, ez az egyszerű happinak nevezett... Happi. Happi. Igen. Happin van egy happi. Ilyen kabát, köntös. Igen. Köntös, igen. Ez is nagyon sok félétől függ. Ez például nekünk az egyik japán magyar szakos diákunk Akari-chan hozta nekünk Oszakából, ez egy régi oszakai fesztiválos happy, illetve ez a oszakai nagykövet csapatának az országos happy-e volt, itt található hátul a neve. Illetve pedig ez, amit egy nagy büszkeségem, mert Kócsi most hirdetett egy challenge-et, amiben Amelgeri tagjaként részt vettem, és a kiválasztottak győztesnek, úgyhogy ez egy egyedi Kócsiból küldött happy, ami direkt erre a alkalomra készült, úgyhogy... Nagyon izgalmas, gratulálok, köszönöm, kiválasztott lettél. Illetve ezek a úgynevezett narukók, nem Naruto, hanem narukók. Nagyon sokan... Igen, ezt akartam mondani, hogy nem Naruto, narukó. Igen, ennek az az eredet története, hogy régen ilyen madárijesztőként használták a földeken, tehát a magyar kereplőnek a... Igen, azt akartam mondani éppen, hogy a kereplő japán változata. Ez például szintén egy oszakai narukó, amit hozott nekünk a Kari-chan, illetve nagyon sok Kócsiból kapott narukónk van. Ami a legújabb pedig, hogy támogassanak minket és az ország, sőt a világon majdnem minden oszakai csapatnak szerintem kiküldték a lehetőséget, támogassák a csapatokat, ingyen kaptunk oszakai narukókat, őket itt láthatjátok. Nagyon szép. Igen. Illetve kapunk saját magyar zászlós és japán zászlós. Igen, ezt már kiszúrtam, hogy az egyik fele japán, a másik meg a magyar zászló. Igen, erre is nagyon büszkék vagyunk. Ezt is a challenge-el kaptunk, úgyhogy... És ezeket gondolom odakint kézzel készítik eredetileg. Igen. Tehát itt látom, hogy ez is inkább ilyen tradicionális. Hogy van, ami már kicsit modernebb, így lakkozott. Igen, ezektől is formáktól, illetve csapatoktól függ, van akinek a formája egyáltalán nem ilyen narukó, hanem ilyen csillag alakú, vagy szakura alakút is láttam, ami biztos elem benne, ugye ez a három kis pöcök, amivel lehet csattogtatni. Ezzel szoktak, ez az ilyen
hát állandó kelléke a yosakoi táncnak, viszont például szoktak ilyen japán tradicionális lámpával is, zászlóval, illetve legyezővel is szokták táncolni a yosakoit. Jó, szóval akkor van hopping, meg hopping, de egyébként nagyon jó, hogy így vegyes a társaság, hogy így nem csak lányok, hanem fiú is található benne, úgyhogy a fiúknak is nagyon tudom, hogy te is ajánlod, gondolom, igen, a fiúknak igen, abszolút, teljesen jó, sok a lány, az biztos, hogy pozitív, lehet így benne. És így mit szeretnétek így a csapattal azon felül persze, hogy bővítenétek, meg így szeretnétek kicsit növekedni, kicsit jobban megismertetni, feltételezem így a hazánkban is ezt az egész yosakoit. Van ugye csapatfelvétel is, úgyhogy nyugodtan jelentkezhettek hozzájuk, bármilyen felvételen nagyon szívesen látnak titeket. Ugye fiúkat és lányokat is, bárkit korosztálytól feltételezem függetlenül. Mik a célok még így, vagy mit szeretnétek, vagy így egyáltalán a csapattal így hogy képzelitek el a jövőt? Hát mindenképpen többen, több taggal. Én úgy képzelném el így a jövőt, talán mindenki nevében szólva, hogy minél több emberrel megismertethessük ne csak a japán kultúra egyik égkövét, hanem, és nem csak a japán nyelvet természetesen, hanem azt az érzést is, amit például én a yosakoi fesztiválon nagyon éreztem, főleg a Kizuna csapattal, hogy 60 országból jöttünk, különböző vallásúak és kultúránk volt, és mégis rögtön 3 nap alatt egy olyan jó csapattá tudott, tehát mindenki olyan családiasan állt a másikhoz, hogy szerintem mindenki megérdemli azt, hogy még hogyha nem is a yosakoival, de érezze magát valahol otthon. Uh-huh. Ez nagyon barátságos, befogadó közösség akkor. És nem is feltétlenül muszáj egy fesztiválon részt venni, már az edzéseken is lehet érezni, hogy elkezdődik a zene, meg táncolunk, és miután végzünk az edzéssel, egy teljesen más lelkülettel megyünk el. Elhiszem, elhiszem. Úgy a tánc, meg a zene az igen, mindig is fontos eleme volt így a szerintem mindenkinek a mindennapjaiban. És neked így fiúként vannak még rajtad kívül? Hát amúgy nem. Igazából én voltam az első, aki fiúként becsatlakozott a csapatba, és azóta még nem csatlakozott senki, de igazából én bárkinek javaslom tényleg. Tehát egy abszolút unisex tánc, elegáns, de szerintem nagyon élvezetes, és tényleg bárki élvezhető. És igazából eredetileg egyébként fiú tánc. Tehát, igen, amúgy akartam is kérdezni, tánc, hogy általában Japánban azért több férfi van benne, mint nő. Igen. Igen, általában én úgy gondolom, vagy úgy van eddig így a fejem, hogy általában ezek a kulturális elemek inkább a férfiakhoz kapcsolódnak, de ugye egyes területeken, hogy általában Magyarországon mindig a nagy általánosságban a nőknél szoktak elterjedni ilyen dolgok, de szerintem is én is úgy néztem, meg nálatok is úgy néztem, hogy ez teljesen baráti mind a két nem számára, tök jó közösséget lehet belőle építeni, nagyon hangulatos, és tényleg minden választható, tehát hogyha nem akartok szerepelni, vagy úgy van időtök, teljesen rugalmas az egész, tehát bármikor, akár csak megnézhetitek, tehát hogy ki is próbálhatjátok, csak úgy egy ilyen edzést, gondolom az is ilyen egy adott koreográfiát vesztek egy ilyen edzés során. Szóval azt is nem maradtok le szerintem semmiről, hogyha most így hirtelen a semmiből becsatlakoztok, vagy egyik pillanatra a másikra. Szerintem úgy gondolom, hogy az Amalgari csapattal nagyon befogadó, és szívesen segít bárkinek megtanulni és megismerni ezt a táncot. Így, és majd fognak még több helyen is, majd láthatjuk őket a közeljövőben, remélhetőleg a közeljövőben. Lesznek még animés és japános események, és akkor jobban láthatjuk őket, és akkor nyugodtan menjetek oda hozzájuk, és akkor kérdezzetek, illetve hát szerintem bárhol, bármikor rátok írhatnak, hogyha úgy van. Természetesen. Ja, meg nagy potenciál van ebben azoknak esetleg, akik ki szeretnének utazni Japánba. Igen. Tehát az is egy lehetőség ilyen szempontból. Tehát szeretnél bővíteni a csapatot, kicsit nagyobb közösséget építeni, és megismertetni így Magyarországgal ezt az egészet, úgyhogy én nagyon-nagyon szurkolok nektek hozzá, hogy ezt így elérjétek,
és sikerüljön megvalósítani minden célotokat, mert hogy nagyon nagy álmok vannak, ami szerintem tök jó, már kellenek a nagy célok és a nagy előre mutató dolgok, hogy lehessen. Úgyhogy én nagyon szurkolok, és további minden jót kívánok nektek a továbbiakban, hogyha akartok esetleg még valamit így elmondani ezzel kapcsolatban, akár a Yosakoi, akár a csapattal kapcsolatban, akkor nyugodtan osszátok meg még velünk így, hogyha lenne bármi, akár ami így eszetekbe jutott így közbe, így akár az eszközökről, a történetről, vagy a csapatról így egyébként, vagy a nevéről például. Mi például az Amagerinek a jelentés nagyon ismerős, úgyhogy ezt akartam is kérdezni, hogy ennek mi így a jelentés, és hogy jött ez az egész névválasztás? Hát igazából az Amagerinek a jelentése az ilyen eső után, vagy hogy is fogalmaztad, eső? Igen, tehát hogy mikor eső után ugye kiderül az ég, tehát hogy egy ilyen... Egy ilyen kifejezés, mint szó. Igen. Hát igazából demokratikus úton döntöttük el, azért volt egy pár lehetőség, ez állt közel a szívünkhöz inkább. És ezt az irányvonalat is szeretnénk képviselni, hogy szerintünk a Yosakoi ez egy olyan dolog, ami hasonlít egy eső utáni napfényhez. És egyébként, ha már animológia és animék, akkor esetleg van olyan anime is, amiben megjelent a Yosakoi? Igen, ez a Hanayamata, ami szintén a Yosakoiról szól, magáról a Yosakoiról. Mert kifejezetten az egész animeról szól. Igen, kifejezetten erről szól, úgyhogy ajánlom nektek azt is, illetve hogyha lehetőségünk lesz végre élőben is találkozni veletek, akkor a Hanayamatának van egy nagyon aranyos és egyszerű yosakoi koreográfiája, amit remélem majd megmutathatunk, illetve megtaníthatunk nektek. Na, hát várjuk, lesz mit nézni és tanulni és találkozni veletek, tök jó lesz. Én már nagyon várom, hogy újra találkozzunk majd, meg hogy majd megnézem én is, hogy pontosan, majd hogyha élőben is, és akkor így, hogy ezt a táncot, ezt a Hanayamata, igen, a japán képzésem csodálatos. Szóval, hogy... Hajrá mindenkinek, mindent megtaláltuk a videó leírásában. Én köszönöm szépen a csapatnak, hogy itt voltak, és hogy így elmondták nekünk nagy vonalakban ezt az egész Yosakoit és a csapatnak így a történetét. Köszönöm szépen nektek is a figyelmet, nektek is minden információt, nagyon jó volt szerintem, tök jó ennek az eredet történet, meg ez az egész kultúra, és én nagyon szeretem Japánt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy megismerhettem még egy olyan kis szeletét, egy olyan kis részletét, ami ennyire különleges és ennyire jó. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nektek meg, hogy megnéztétek, mindent megtaláltok a videó leírásában, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, látogassatok el az Amagerinak a közösségi oldalaira, a weboldalára, és zaklassátok őket a rendezvényeken. Szívesen válaszolnak minden kérdésetekre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Minasan, konnichiwa! ハンガリー予測会チーム、アメアガリー予測会です。